Nagyon vegyes társasággal vette körbe magát Jézus, és mindig a társadalom számkövetetjeihez ment, és erre alapozom azt a igazi lelmeggyőződésemet, hogyha Jézus ma lenne köztünk Budapesten, akkor ott lenne a Budapest Pride-on. A Keresztények a Melegekért csoport azért jött létre, hogy láthatóvá tegye azokat a keresztényeket, akik nem ítélik el az LMBTQ embereket. Idén ők is részt vesznek a Budapest Pride-on, erről beszélgettek velünk. Azt gondolom, hogy Isten lájkolja talán ezt a kezdeményezésre, és nagyon bízom benne. A csapat az első lépésként azért jött össze, hogy a Pride-on megmutassuk magunkat, hogy van egy ilyen csapat is, van egy ilyen kereszténykör is. A fesztiválunk való jelenléte egy közösségnek, az csak a LMBT embereket érte el. De ezzel a mozgolódás én azt gondolom, hogy sokkal, tehát a másik oldalt is, csak keresztényeket, ahol vannak olyan emberek, akik küzdenek az identitásukkal. Én hívő keresztény vagyok és meleg vagyok. Én 6 évvel ezelőtt, amikor végzett elúsként, ifjúsági pásztorként elmondtam a vezetőségnek, hogy azonosan bánjaim vannak, és ezért lemondok. Akkor nem volt kérdés, hogy ne fogadnák el a lemondásomat, és aztán gyakorlatilag a hivatásomat kellett feladnom azért, mert az vagyok, aki vagyok. A LMBT-letek sztereotípiák nem csak a melegeket érintik, hanem a keresztényeket épp úgy. Sokszor hallani olyan vélekedést, hogy a keresztény emberek bigottak, szemellenzősek. Abban a kisegyházi evangéliumi közegben, ahonnan én származom, szerintem egy gonoszság, ne továbbjának gondolják a meleg felvonulást. Nagyon mocska szembeállításként élem meg, hogy vagy konzervatív vagy, és akkor esetleg keresztény is, vagy esetleg liberális, és akkor semmi között nem lehet a kereszthez, vagy ha valamelyik oldalon állsz, akkor feltétlenül kötelező buzizni, szóval hogy ez így nekem nagyon-nagyon ellenszenves, és én nagyon-nagyon hiszek a hidak építésében. És szeretném bátorítani a hívőket, hogy szabad szeretni, nem kell félni az LMBT-től, és szeretném mindennek tenni azért, hogy ez a kommunikációt tudja jönni. Hallok ugye történeteket a közösségben, hogy valaki felvállalta a másságát, akkor két utat mutattak neki, vagy erről többet nem beszél, vagy az ajtó pedig arra van. Amikor ilyen ott kellett mondjam az eredeti közösségemet, ahol egyébként gyerekkorban ott felnőttem és 18 évet voltam ott, utána 5 év kellett, hogy elterjem, hogy újra találjak egy olyan közösséget, ahol járhatok fel a menetként, mert ebben már nem akartam megalkulni. Fontos lenne, hogy minél több LMBTQ ember találjon keresztény közösségében otthonra, illetve hogy keresztények között is felvállalják önmagukat az emberek. A keresztények jó eséllyel lehetnek zászlóhordozói ennek az ügynek egy idő után, mert én úgy azt tapasztaltam, hogy a keresztények inkább hajlamosak közösségért tenni, jobban átérzik, hogy mi az, hogy közösség. Nagyon nagy felelőssége van pont a meleg keresztényeknek, hogy láthatóvá legyenek, mert hogyha nem ismernek keresztények LMBTQ embereket, akkor azt gondolják, hogy ez valami nem létező dolog. Most van ez a Facebook hullám, hogy mindenki csíkosítja, szivárványosítja a profilképét, akkor én is gondolom, várjál, mikor nagyon sok keresztény ismerősöm van, és most éppen pályázok egy olyan állásra, ahol keresztény arcok fogják elbírálni a pályázatot, és így belegondoltam, hogy húha, ez lehet, hogy most nem kéne. Mert aztán végig gondoltam, hogy tényleg most komolyan most megijedtem, és nem fogom beszivárványosítani, és ezen nagyon belivettem, hogy na azt nem. És akkor szivárványosítottam. Addig kell kimenni a Budapest Pride-ra, amíg az ember ezzel kapcsolatban szorongást és félelmet érez, mert az azt jelenti, hogy van dolgunk. Akkor nem lesz dolgunk, és akkor nem lesz szükség tárgyra, hogyha ennek az égre semmi tétje nincs.